Hát sziasztok, szeretettel köszöntelek megint benneteket. Egy nagyon finom kaját fogunk csinálni, ami hétvégére vagy akár ünnepnapokra is nagyon finom. Egy göngyölt karaj lesz ez, amit a sütőbe fogunk elkészíteni. Mutatom a hozzávalókat. Karaj az alap. Én már ezt egy kicsit lehártyáztam, de ezt csirkemellből, a pulykamellből is el lehet készíteni. Aztán a tölteléke. Nem lesz egy bonyolult, sem egy életidegen. Egy kis füstölt vagy lengolt kolbász, én most lengoltat választottam. Aztán lesz benne egy kis élő paprika, hát úgy mondom, hogy nem lesz megdinsztelve, sőt ugyanígy nyersen fog kerülni bele hagyma. Most nekem lila hagyma van, de ez lehet sima másik is, amilyen nektek van otthon. Mivel hogy már szezonja van az új hagymának, egy kicsit abból is fogunk beletenni, mert a kétféle hagymának kétféle íze van. Lesz benne egy nagyon picike mustár, lesz benne egy kevés tejföl, de csak annyi tejföl, ami a sajtnak a segítségével majd összefogja ezt a tölteléket. Egy kis lisztes cuccba bele fogjuk forgatni. Fűszerek közül csak sót és borsot fogunk használni. Akkor kezdjünk hozzá. Az első dolgunk, hogy felvágjuk a húst és nyitott szeleteket fogunk készíteni. Mutattam én már nektek, hogy ezt hogyan kell. Mivel töltött húsról beszélünk, ezt kényelmesebben lehet betölteni, nem egy ördöngőség. Elkezdjük bevágni, minthogyha simán húst akarnánk szeletelni, nem vágjuk végig, itt hagyunk egy kis hézagot, és akkor a következő részénél vágjuk le, és akkor kloffoljuk majd. Ezeket most kikloffolom. Na és ilyen szép nagy szeletet kapunk belőle, és ezt sózom, borsozom mind a két oldaláról. Nem nagyon sajnálom róla a fűszert, mert a belsejét nem igazán fogjuk fűszerezni, mert a kolbász megadja majd neki az ízesítést, meg a sajt. Kész vagyunk a hússal, be is van fűszerezve, félretesszük, kicsit hadáljon, addig megkavarjuk bele a tölteléket. Az első, hogy kolbászt felvágjuk, lehúztam már a bőrét, a héját, vagy nem tudom, értitek biztos. És akkor ilyen szeleteket vágok belőle, mert pici apró kockára fogom felvágni, hogy több helyre jusson, és egyenletesen. Úgyhogy ez csak ennyi. Megy szaporán egyébként, könnyű vele dolgozni. Ez lesz a fő alkotó eleme, az ízesítése belülről. Na, ilyen kis picire sikerült felvágni, szerintem nektek is fog menni könnyen, gyorsan, egyszerűen. Teljesen mindegy, mint ahogy mondtam, hogy füstölt kolbász, parasztkolbász, lángolt kolbász, bármilyen lehet, csak az a lényeg, hogy füstölve legyen, jó? Füstölt termék legyen. Ide ez nagyon fontos. Aztán láttak itt háromféle paprikát, egyféle is elég bele. A csípőset csak azt használjon bele, aki szereti, vagy akár csípős kolbász is lehet, aki azt szereti. De lehet vegyesen is, nekem most ilyenek voltak itthon. Ha csak egyfajtát kellene választani, akkor biztos, hogy ezt a sárgát választanám, ezt a tévi paprikát. Amúgy a tévi paprika azt jelenti, hogy tölteni való paprika, teljesen mindegy. Ezt választanám, mert ennek van a legjobb íze, önállóan, egyedül. És akkor ebből is, mindegyikből vágok le egy keveset, és akkor felkockázom hasonló méretre, mint ahogy az van. És nyilván ebből a sárgából fogok belőle többet tenni, mert az ízeket ez hozza inkább. Egy picit teszek ebből a csípős, ez olyan félcsípős nekem most, hogy azért ilyen is legyen benne, mert mindegyik másféle aromát hoz bele. Jó, ezt is kockázom. És akkor én ebbe belevágtam azt az egész sárga paprikát, a kápiából, de lehet bármilyen abból is a felét, meg még ebből vágtam, úgyhogy kettő paprikát nyugodtan, két közepes méretűt nyugodtan belevághattok, ha egyfélétek van is. És akkor most jön egy kis lila hagyma, ami lehet másfajta is, nem feltétlenül lila. Ezt is méretben hasonlóra. Azért szeretem ezt a fajta tölteléket, amiben frissen használunk mindent, mert teljesen tavaszias ízt hoznak, és egészen más a hatása, mint egy dinsztelt hagymának. És sokkal élénkebben működik a paprika, nagyon-nagyon finom benne, azt ne sajnáljátok, még véletlenül sem. Jó, a hagymából egy fél fejet vágtam bele, azért ne vigyük túlzásba, mert még ebből a típusúból is vágok, de hogyha ebből nem vágnék, akkor mehetne egy fejhagyma simán a lilából.
És ezt úgy fogom vágni, hogy a zöldjéből is fog jutni bele, mert minden részének más íze van. Ezt teljesen bele fogom vágni. És akkor mustárból nyomok egy fél evőkanálnyi, és nem több elég. Annyi fog bele kerülni. Icipici sóval megpergetem a zöldségek miatt. Jó, ennyi. Borsot nem is teszek, mert a húst megborsoztuk, megsóztuk. És akkor tettem bele egy púpos kanál tejfölt, és mehet rá sajt. Bőven ne sajnáljuk. Az egészet összekeverem, és akkor tulajdonképpen készen is van a masszánk. Ettől a tejföltől össze kell, hogy álljon annyira, hogy egy összeállós masszát kapjunk, ami nem hullik szét. Ez tulajdonképpen semmilyen rossz irányba nem viszi el az ízeket, mert hasonló íze van, mint a sajtnak, tehát egymást erősítik, és akkor nagyon egyszerű módon csak megtöltögetem. Nem fogunk attól félni, hogy kifolyik, az se érdekes, ha egy kicsit megfolyna esetleg, mert a tepsibe úgyis egy helyre kerül, még tejfőt úgyis teszünk rá, meg sajtot, és akkor azt a részt is meg fogjuk enni, ami úgy összeolvadna. Két oldalát behajtom, egy picikét, és akkor egyszerű módon csak feltekerem, és akkor készen van egy, és rakjuk a tepsibe. Egy kevés vajjal kikenem az alját. Képzeljétek, apa azt kérdezte közben tőlem, hogy ezt az ilyen kivajazott tepsit hon lehet kapni. Mert hogy ő látott főzőműsorokban olyanokat, hogy elővesszük a kivajazott tepsit. Ha nem vajazzátok, akkor lehet olaj is, vagy zsír, teljesen mindegy. Ehhez, mivel hogy tejföllel sajttal dolgozunk, kifejezetten illik a vaj, de amitek van otthon, tehát nem kell fennakadni ilyesmin. És akkor teszem a tepsibe. Hát majd ahogy fér, úgyis beleszorítom, olyan nincs, hogy nem. Úgyis össze fognak menni. Na képzeljétek, apja úgy elveszi a figyelmemet a sok viccelődésével, hogy elkezdtem ide befelé rakni. Persze, apja. A húst, de nem az az első, hogy berakjuk, hanem mondtam, hogy egy kis lisztbe be fogom forgatni, és úgy fogjuk ezt elősütni. Ez azért fontos, mert a karaj esetében, hogy ne legyen kiszáradás, emiatt fogom én ezt így alkalmazni, mert a karaj képes kiszáradni jobban. De akit ez zavar, az ki is hagyhatja, vagy nem eheti a liszteset, akkor anélkül se lesz semmi probléma, hogyha ezt nem teszi. Közben előmelegítettem a sütőt, teszem 180 fokra a sütőbe, elősütni, majd később teszünk rá sajtot, meg tejfölt, ha már egészen puha. Látjátok, milyen szép nagy méreteket csináltam. Mondtam, hogy én mindenben nagyot szeretem, tehát ez olyan maga szopta az anyját méret, tudjátok, szoktam ezt mondani. Tehát mehet a sütőbe. 180 fokon alsó-felső sütésen. Egy óra hossza elteltével, annyi úgy is kell mindenképpen, akkor látjátok, levet engedett. Jó kis kolbászos ízű lesz minden körülötte, és arra szükség is van, és azért mondtam, hogy nem tűzünk semmit be sehová, mert az se baj, hogyha valami is kifolyik, mert összességben össze fog állni így ez a tejfölös szaft, mert szaftos lesz ettől, és annak is kolbászos, tejfölös íze lesz, és most teszünk rá tejfölt, egy kicsit meglazítom. Ezt ráteszem, eligazgatom a tetején. Na, fiatalok, hogyha sikerült eligazgatni rajta a tejfölt, most már abszolút nem lesz száraz sehol, mert a kellemes finom lébe van alulfelül, akkor legalább egy fél óra hosszát még így visszateszem sülni. Na, gyerekek, akkor 30 percet még töltött benne a sütőbe. Most már elég puha minden, és akkor most már megsajtozom. Mert én szeretem a nagyon-nagyon puha a hús, főleg karaj esetében, nekem úgy jobban szokott ízleni, úgyhogy most már teszek rá sajtot is, bőven. Közben sütöm kifelé a krumplit is, mert nem sokára már ehetünk, ez már a finish része szinte. Erről a típusú ételről nem szoktam sajnálni a sajtot, a tejfölt, ennek mindene. Ez most arról szól.
Ez most nekem kétfajta sajt volt, de teljesen mindegy, amilyet szerettek, olyat tegyetek. Lehet füstölt, trapista, bármi. Nekem most trapista volt, meg ez mozzarella, amit most teszek rá. Na most nekem ilyen volt itthon, azért használom ezeket, de teljesen mindegy, amit szerettek, jó? És akkor még visszatoljuk addig, ameddig nem lesz ez kellemesen rásülve, és akkor már fogyaszthatóvá válik. A gyerekek még 15 percet igényelt, hogy ez a kellemes szín meglegyen, amit én szeretek, és közben még tudott puhulni még pluszban a hús, mert én ezt úgy szeretem, hogy nagyon-nagyon puha legyen, és omlós. Nem kellene hozzányúlni ez a húshoz, mert ennek kellene pihenni legalább 10-15 percet, de itt már mindenki türelmetlen, úgyhogy most mindenképpen egy adagot kiszedek. Szóval így még forró melegébe fogok belőle kiszedni, tényleg ezt most vettem ki a sütőből, tehát itt nem pihent egy pillanatot sem. Most muszáj vagyok így, mert tényleg éhes a brigád. Na nézzétek, milyen szép. Ú, de milyen jó illata is van. Na várjátok, hozok kést. És akkor megvágjuk. Közben sütöttem hozzá a krumplit, meg folyamatosan sül is. De nézzük már, meg s régen vágom. Hogy minél nagyobb felületen látszon a töltelék. Na is mutatom, nézzétek, itt van. Így. Jó. Itt tömörül nekem a lé, és ebből is fogok rátenni, mert pont ettől nem lesz száraz a hús. Tehát ettől lesz finom, hogy ezt vele tudjátok enni. Egyébként bármilyen körettel választhatjátok. Ezen kívül a burgonyapürét ajánlanám leginkább hozzá, de amit szerettek, teljesen mindegy. Mindenkinek nagyon jó étvágyat kívánok hozzá, aki elkészíti, ez egy nagyon finom étel. Puszilok most is mindenkit szeretettel, sziasztok!